Kockás is in the first position, and Callaway is second, but we have a few meters left, and now Callaway is trying everything to overtake Kockás. Kockás is in the first position, and he has the gold. The second is Callaway, and the third will be in lane number two, Jerzy Zalubil. Az idei esztendőben is komoly sikereket könyvelhetett el Kockás Dávid Kenus. A Sé János Gimnázium második osztályos diákja legutóbb a Szegeden megrendezett olimpiai reménységek nevet viselő versenyen több kategóriában is helytállt, arany, ezüst és bronzérmet is szerzett. A tehetséges fiatalembert a megmérettetésekről, elérendő céljairól is kérdeztük. Szeptember végén került megrendezésre Szegeden az olimpiai reménységek, és ott egyesben két számban indultam, párosban pedig háromban, és sikerült egy bronzérmet, három ezüstérmet és egy aranyérmet szereznem, az arany C1 1000 méteren volt. 200 méteren egyesben második voltam, és párosban harmadikok, és 500 és 1000 méteren pedig másodikok voltunk párosban. Elég nagy színvonalas verseny volt, nagyon nehéz volt, de nekem nagyon tetszett magában a rendezése is, és múlt évben is már részt vettem az olimpiai reménységeken, de nekem ez sokkal jobban tetszett most. Idén 8 szlovák bajnoki címet sikerült szereznem, részt vettünk az Európa bajnokságon is, ott 4-es kenuban, 500 méteren, ahol 10. helyet értünk el, és voltunk még olasz bajnokságon is, ahol junior kategóriában 1000 méteren egyesben első helyet értem el, 4-esben az olasz partnerokkal elsők lettünk, majd 500 méteren párosban másodikok, és 1-esben 200 méteren megint első voltam, ott a saját kategóriámban. Már 9 éves korom óta kenuzom, és nekem azért tetszett meg ez a sport, mert itt a víz mellett vagyok természetben, és hát apukám is ezt a sportot csinálta, és ez engem nagyon motivált, hogy kipróbáljam. Hétfőn kívül minden nap van edzésünk, kedden, csütörtökön és szombaton két edzésünk van, és a többi napon csak egy. Télen úszodába járunk, kedden, csütörtökön és szombaton reggelenként, és a többi edzést pedig vagy a súlyzóteremben, a medencében evezünk, vagy pedig futunk. Nyáron pedig az edzések abból állnak, hogy délelőtt vízre megyünk, majd délután is, és kiegészítjük még futással és súlyzással. Nyáron vannak inkább nehezebb edzéseink, mivel akkor van a főszezon, de télen is elég nehezeket csinálunk, hogy ezzel fölkészítsük magunkat a következő szezonra, és ilyenkor, mivel nem tudunk kint evezni, ezért inkább ráhangolódunk a további, vagyis hogy hosszabb ideig súlyozzunk és fussunk, ilyenkor hosszabb edzéseket csinálunk, és nyáron vannak a rövidebb edzések. Most jön a téli alapozás, ezért reggelenként hat előtt még föl kell kelnem, reggelizek, de nem lehet valami nehéz reggelit, szóval gondolok ilyen zappehelykására vagy valami műzlire, utána jön az úszás, úszás után hazamegyek, ott
megeszek még valamit, de ott már kicsit többet, mint az úszás előtt, utána pedig iskolába megyek, az iskola ilyen 2:30-3 végződik, utána pedig hazamegyek, gyorsan fölkészülök edzésre, és jövök ki ide edzeni, majd 6:30 hazamegyek, és nekiállok tanulni, majd ilyen legkésőbb ilyen 11:00 megpróbálok aludni menni, ha nincs sok tanulni. Kockás Dávid elért sikerei mögött támogatóként ott vannak a szülei, a családja is, akik igyekeznek mindenben segíteni őt. De meg kell említeni a gimnáziumot is, az iskola segítséget nyújt abban, hogy a sportsikerek mellett a tanulás is zökkenőmentes legyen. És hálás edző édesapjának, Kockás Olivérnek, valamint Tóth Árpád edzőnek is. A mi országunkban is sok jó kenus van, de ezt mindenki tudja, hogy Magyarország és a csehek is nagyon jók ebben a sportban. Nekem a célom jövőre, hogy sikerüljön kijutni a junior világbajnokságra és Európa-bajnokságra, egyesben vagy párosban. Nagy része az életemnek a sporttal megy el, de én nem sajnálom erre elpazarolni, úgymond, mert engem ez boldoggá tesz, és jól érzem így magam.